nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket újból. Hálás a szívem, hogy itt lehetek közöttetek. Álljunk fel, gyertek és olvasok egy igét felvezető ige szakaszként. Ha van nálatok, Biblia, János Evangéliuma 5. fejezeténél nyissuk meg, és onnan fogjuk olvasni a 24-től 29-ig terjedő ige szakaszt mint egy bevezetőt ehhez a témához János Evangélium a 5. részéből, olvassuk a 24. versétől. A következőképpen van az ige ezen a helyen megörökítve. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kározatra, hanem által ment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az idő, és az most vagyon, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Mert amiként az Atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat ad a neki az ítélettételre is, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jó cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Amen. Foglaljatok helyet. A téma gondolom már nem titok, egyikünk előtt sem ma este a feltámadás. Hát egy nagyon nagy és sokat átfogó téma ez. Szeretném azzal kezdeni, amivel az Úr Jézus Krisztus kezdi ezt az ige szakaszt, és csupán csak felvezetőként egy pár szót, mielőtt belevágnánk magunkat ebbe a nagy és érdekes témába, ami a feltámadás. Úgy mutatkozik be az Úr Jézus János Evangélium a 5. részében, mint még soha ennek előtte az előző részekben. Mint aki az életnek és a halálnak ura, Furcsa, idegen és meglepő lehetett ez tanítványok előtt, mindenki előtt, akik ott voltak. De ő így mutatkozik be, és kezdi szavakban bemutatni az ő erejét, hatalmát. Kezdi valóban bemutatni azt ott mindenki előtt, hogy ő Istennek fia, aki minden erővel és minden hatalommal rendelkezik. És ekkor beszél, amikor az ő hatalmáról, amikor az ő erejéről beszél, akkor hozza be a feltámadást, és egy pár szóban beszél az igazak és a gonoszok feltámadásáról. Azt is mondja, hogy a feltámadás az ő ereje által fog végbe menni. Hát gondolom, hogy ledöbbentek mind azok, akik ezt hallhatták az Úr Jézus Krisztus ajkairól. Mert mintha azt mondta volna, hogy nektek most ez lehet furcsa, hogy én ezt mondom. Előtettek most itt van egy alacsony sorsú, egyszerű ember, azt gondoljátok rólam, de higgyétek el, eljön az idő, amikor minden halott. Az én szavamra kijön majd a sírból, a koporsóból, és feltámad minden ember egyesek az örök boldogságra, mások pedig az örök gyötrelemre. Hadd szóljunk tehát a feltámadásról. Mert az evangéliumnak egy lényeges része ez. Általában a feltámadásról húsvétkor szoktunk hallani, igaz? Amikor az Úr Jézus feltámadt, ezt ünnepeljük, erre emlékezünk, és az ő feltámadásáról szólnak az igehirdetések nagy részben. Ami az ember feltámadását illeti, hát arról nem nagyon lehet hallani úgy általában a gyülekezetekben tanítást, legfeljebb temetésekkor. És ez elég szomorú. Hát nem csak temetésekkor kell, hogy a hív ember tudjon a feltámadás igazságairól, mindazokról a dicsőséges dolgokról, amit a Szentírás a Biblia tartogat, ami számunkra. A feltámadás is itt most nem az Úr Jézus Krisztus feltámadására gondolok, hanem a mi feltámadásunkra az evangéliumnak egy lényeges részét képezik. Ezért nem szabad elhanyagolni. Tudni kell, ismerni kell a feltámadással kapcsolatos igazságokat, mert hát mindannyiunknak részünk lesz belőle. És jobb, hogyha felkészülünk, mert lesz egy dicsőséges nap, amikor te meg én is mindannyian fel fogunk támadni. Az igéből, a Bibliából négy kérdésre szeretnénk választ keresni és találni. Miért fogunk egyáltalán feltámadni? Miért olyan szükséges ez? Ez lenne az első kérdés. A második az, hogy vajon biztosan megtörténik ez a feltámadás. Nem csak mese bizonyosságáról beszélünk, harmadjára mikor fogunk feltámadni az ő idejére nézve, majd negyedjére, hogy hogyan fogunk feltámadni, a feltámadás módját nézzük meg. Gondolom, nem nagyon kell hozzátenni, de azért mégis hozzáteszem, hogy ez a feltámadás ez egy olyan téma, ami körül rengeteg titok van még, amit mi nem tudhatunk. Biztos, hogy lesznek és vannak olyan kérdések, amikre nem tudjuk a választ még. Mert Isten nem mindent árult el nekünk a Bibliában, hogy milyen is lesz majd az a nagy dicsőséges nap. De amit tudunk, azzal viszont foglalkozhatunk. Azt viszont jó, hogyha ismerjük. Ezt előre szerettem volna bocsátani, mielőtt az első kérdést feltesszük miért is szükséges a feltámadás. És ezen belül egy kérdés. Ha a közbevetett állapot, igaz tudjuk mi a közbevetett állapot, meg tudná valaki mondani, mit szoktunk nevenni az embernek, milyen időszakát vagy állapotát szoktuk hívni közbevetett állapotnak. Így van, tehát az ember halála, és a feltámadása közötti időszakot hívják úgymond teológiailag közbevetett állapotnak. És a kérdés így hangzik, ha ez a közbevetett állapot a haláltól a feltámadásig a hívő ember számára olyan boldog állapot, és hogyha ugyanez a közbevetett állapot egy megtéretlen, hitetlen lélek számára olyan gyötrelmes, mint hogy a Biblia ezt tanítja, miért van még szükség feltámadásra? Hát nem jó ez így? Hát a lélek, hogyha az Úr Jézus Krisztusnál van, tudatos, boldog állapotban, miért nem maradhatna így örökkön örökké? Hát ez is egy élvezetes állapot. Miért kell még a feltámadás is jöjjön ezután? És ugyanígy kérdezhetnénk a megtéretlenek esetében. Miért szükséges tehát a feltámadás? Három okból kifolyólag, és természetesen a Biblia fényében mondjuk mindezt. Krisztusra nézve, és beszélünk most először csak a hívő emberekről, akik így jutnak át e világból a másik világba, az örökké valósága. Tehát Krisztusra nézve nagyon-nagyon szükséges, hogy feltámadjon a hívember ember teste, mert az Úr Jézus Krisztus a gyülekezet feje, és neki is most jelen pillanatban van egy feltámadt, megdicsőült teste és lelke és a gyülekezet tagjai hozzá hasonlóvá kell, hogy váljunk. Igaz, tudjuk azt a Biblia nagyon sok igéjéből, tanításából, az új szövetségből, a levelekből különösen, hogy ő a gyülekezetnek a feje, és mi az ő tagjai vagyunk. És el kell jön az idő, amiről Pál Apostol bizonyságot tesz nagyon sokszor, hogy mindannyiunk végül is egy ugyanolyan állapotra kell eljussunk, mint amilyen a feje, a gyölekezetnek a létrehozója feje, az Úr Jézus Krisztus. Ha neki van egy megdicsőült teste, minden egyes tagnak, aki az ő gyölekezetéhez tartozik, kell, hogy legyen majd megdicsőült teste. Többi gevels bizonyítja ezt, csak kettőt idézek. Róma belékezét levélben írja Pál. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Nyilván, hogy itt testről beszél Pálapostól. Elváltoztatja mi testünket, de azért, hogy hasonló legyen az ő testéhez, mert ő a gyülekezet feje. De a közbevetett állapotban ez még nem valósult meg. Ezért is szükséges, ez után majd a feltámadása hívő emberek számára. De a másikok ok, az ember teremtésére nézve. Isten, amikor az embert megteremtette, kettős jellemmel, vagy úgymond természettel hozta létre az embert ezen a világon. Test és lélek. Ez a kettő alkotja az ember. A lélek a test nélkül nem teljes ember. Hasonlóképpen a test a lélek nélkül sem egy teljes ember. Tetszett Istennek, hogy az ő szívében elgondolja és eldöntse, örök érvényűleg, hogy az embert ez a két rész alkossa. Ezt tegye ki az embert. Test és lélek. Isten azt akarja, hogy legyen feltámadása a testnek, mert anélkül nem teljes az ember. És a közbevetett állapotban, ha itt szabad fogalmozni, nem vagyunk teljes emberek, ami Isten akaratába beleférne. Mert az ember test és lélek. De a közövetett állapotban ott csak a lélek van még egyenlőre, nem egy teljes ember. Ezért is a teremtésre nézve szükséges elengedhetetlen, hogy legyen feltámadása az ember testének is. Harmadjára, és talán ez az egyik legerősebb ok, de mindegyik erős, az ember megváltására nézve. Az ember megváltásában Isten a testet és a lelket együtt említi. És lehet nagyon sokan nem is tudjuk ezt hogy milyen gyakran teszi ezt az ige. Az Úr Jézus Krisztus, amikor meghalt a kereszten a te bűneidért, kedves testvérem, ifjú testvérem, nem csak a, a lelkedért hozott ő fizetséget az ő halálával, nem csak a mi lelkünket menti meg, és fizette ki, hanem a mi testünket is. Ez együtt van, együtt jár, ez a kettő. Egy igét olvasok csak ide. Mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. Tehát amikor Isten tervében megszületett azt, hogy megváltsa az ember, akkor nem csak az ember lelkére gondolt, hanem az ember testére is együtt. Szükséges tehát, benne van Isten az Úr Jézus megváltói munkájában, az ő a kereszten elvégzett halálában, áldozatában az ember testét és lelkét együtt mentette meg, szabadította fel. A közbevetett állapotban természetesen ez még nem valóság. A megváltás igazából még nem is teljes a közbevetett állapotban. A megváltás, az ember teljes megváltása akkor lesz teljes, amikor megtörténik a feltámadás is. Van is elég vita a teológusok között, hogy mit is értett az Úr Jézus az alatt, amikor a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett mikor igazából teológiailag még nem végeztetett el minden. Mert akkor még nem történt feltámadás, és még nagyon sok minden. De előre látván, mint a Teremtő Isten fia, látván, hogy mit visz majd véghez az utolsó napon, a feltámadás keretén belül is, ő előre ki tudta mondani, hogy elvégeztetett, mert végül is az ő áldozat halálán áll vagy bukik minden. De elvégeztetett. Értsük meg tehát, hogy miért szükséges a feltámadás saját testünk részére. És hasonló érveket hozhatunk a gonoszok, a hitetlenek feltámadása mellett is. Azok esetében is szükséges a feltámadás. A következő gondolat, amivel foglalkozunk, a feltámadás bizonyossága. És ezen belül is két dolgot nézünk meg. Először azt, hogy Isten fel tudja támasztani a halottakat. Másodjára pedig azt, hogy nem csak, hogy fel tudja, ez egy dolog. Második az, hogy fel is fogja támasztania a halottakat. Erre neki van hatalma és ereje is. Először is tudni kell ennél azt, hogy ő mindenható az ő ismeretében. Ezt gondolom tudjuk. Nem új a mi számunkra világos, tiszta tanítása a Bibliának, hogy Isten egy olyan Isten, aki mindenható az ő ismeretében. Nem lehet utolérni. Én nem értem ezt meg, és egyikünk sem érti ezt meg, hogy mindannyiunkat nagyon jól ismer. Jobban ismer minden embert, mint az ember saját magát. Sokan ugyanis megütköznek a feltámadás bizonyosságában, és kérdezik, hogy fogja tudni azt Isten megcsinálni majd az utolsó napon, vagy azon a napon, amikor ő eldönti, hogy megcsinálja. Hogy fogja tudni ő összeszedni a porrá lett embert? Azokat az atomokat, molekulákat több száz nemzedék keveredése ott a földbe, vagy a vízbe, vagy a levegőbe, vagy ki tudja hol. Hát ez képtelenség. Hogy, hogy lehet erre képes Isten? Az Ige is, és mi is kell mondjuk ilyenkor, amikor ilyen kérdéseket hallunk. Ami embereknél lehetetlen, hogy van tovább? Az Istennél lehetséges. Egy illusztrációként elmondom azt, hogy ha bemegyünk egy patikába, gyógyszertárba, igaz, rengeteg gyógyszer, több folyosó is lehet, ha nagy a gyógyszertár, mindegyik folyosón több polc, igaz, mindegyik polcon rengeteg gyógyszer, és egy patikustól, ha kérünk egy gyógyszert, ő pontosan tudja, melyik folyosónál kell befordulni, melyik polcon van, és a polcon hanyadik gyógyszer az a gyógyszer, amit én kérek. Hát, ha egy patikus, egy gyógyszerész képes erre, akkor miért csodálkozunk mi annyira, hogy Isten ne legyen képes arra, hogy tudjon mindent az ő teremtett világában? Minden atom ismeretes előtte, minden molekula, minden egyes részecske, amit létrehozott ebben a világban, ő teremtette. Olyan nagy dolognak tűnik előttünk, hogy elhiggyük, hogy Isten képes összeszedni ezeket, vagy ismerni ezeknek a pontos helyét. Hadd legyen az ember eltemetve, hadd legyen az ember teste megrothadva, vagy a víz alján elenyészve, hadd egyék meg a madarak, hadd égessék széljel, hadd vigye el a szél egy, a föld másik részére is. Isten előtt ez nem probléma. Ő képes, és hatalma van arra, és hogyha valaki előtt kérdés, hogy egy mindenható Isten hogyan képes mindenre, válaszoljunk azzal, amit az Úr Jézus is válaszolt, amikor tőle is pont ugyanezt kérdezték, a feltámadásról. Tudatlan emberek, és azt mondja az Úr Jézus nekik, tévejektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írásokat, és utána még mond valamit, sem az Istennek hatalmát. Ti nem ismeritek Istennek a hatalmát, mondja, igét ismerő embereknek mondja ezt. Ti nem is ismeritek Isten hatalmát, mire képes Isten. Úgyhogy ha valaki előtt ez kérdés, hogyan fogja Isten összeszedni, az ember porrá ment. Szinte megsemmisült atomjait, molekuláit, még hogyha mi nem is tudjuk megérteni, de hisszük, hogy Isten kinyilatkoztatott igazsága a Biblia igazat mond. És Isten mindenható nem csak az ő ismeretében, hanem az ő erejében is. Ha ő az ő ismeretében tudja, hogy kinek Melyik atomja, molekulája hol helyezkedik el, lehet az egyik itt, a másik a Föld másik oldalán, akkor az ő mindenható erejében ne tudná ő ezeket összehozni, összeállítani újra mindegyik atomot a saját helyéhez, megfelelő helyre. Gondoljunk csak egy óramesterre, mennyire csodálatra méltó egy ilyen ékszerész óramester. mester. Manapság már nem nagyon lehet őket látni, de képesek voltak régen egy ilyen órát darabokra széjjel szedni, nagy, kicsi nagyítóval, és minden kicsi csavart, rugót széjjel szedni, és utána vissza is rakni, helyre tenni. Hát, ha egy óramester képes erre, akkor Isten ne lenne képes ezeket az atomokat összeszedni? Vagy kérdezem úgy, hogy értsük meg jobban, mi nehezebb Istennek? A semmiből valamit előállítani, vagy a valamit, ami egy kicsit cél újból összerakni. Mi nehezebb? Ugyanolyan könnyű neki. Mert ha belegondolunk, hogy ezt az egész teremtett világot ő a semmiből hozta létre. Ezért Isten, Isten, hogy az ő szavában van egy ilyen teremtő erő. Amikor ő szól és kimondja, hogy legyen ez, akkor az ott lesz. Én fel se foghatom ezt. Nincs olyan halandó ember, aki ezt képes lenne, Felfogni, megérteni, képletekbe belehelyezni. Lehetetlenség, por, kicsi szemcsék vagyunk ehhez képest, Isten hatalmához és is, erejéhez képest. De ő képes erre, a semmiből valamit előhozni. Na, ha ő képes erre, hát akkor nagyobb probléma neki a már meglévő atomokat, amit ő nagyon jól ismer és tud, hogy melyik hol van, összerakni mindegyiket a maga helyére. Minden bizonyal ő képes erre. De nem csak, hogy fel tudja támasztani a halottakat, hanem fel is fogja támasztani a halottakat minden bizonyjal, mert az ige mondja, mert a Biblia állítja ezt. Csak két igét olvasok, lehetne sokkal többet, egyet az Ószövetségből, egyet az Újszövetségből. Dániel profétánál olvasok. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. Cselekedetek könyvében pedig ez áll. A reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak. Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Isten beírta a feltámadás ígéretét nem csak a Szentírásba, nem csak a Biblia lapjaira, hanem minden fa levélre is, amikor tavaszodik. Még az évszakok is ezt hirdetik az embereknek. Ahogy következnek az évszakok egyik a másik után, és elhal az egész természet, ősz végén jön a tél, utána jön a tavasz, minden újra kivirul, életre kell. Még ez is hirdeti az embernek a Biblián kívül, lesz Isten tervében egy újabb kivirulás, egy új kezdet, egy feltámadás. Még a természet is erre tanít minket. Azt mondta egyszer valami, valaki, és ezt érdemes lenne otthon a, a hálószobátokba kiírni. Én gondolkodtam sokáig, hogy kírom, de a végén csak nem írtam ki. De, de érdemes lenne. Azt mondta egyszer valaki, biztosabb az, hogy feltámadunk, mint az, hogy holnap reggel fölébredünk. És ez így van. Mert az, hogy holnap fölébredünk, az nem biztos. De, hogy egy nap te, meg én és minden ember fel fog támadni a sírból, az biztos. Biztosabb, hogy feltámadsz, kedves lélek, kedves ember, kedves ifjú, mint az, hogy holnap fölébredsz, és egy új nap virrad eléd. Harmadik kérdés, mikor fogunk feltámadni? A feltámadás ideje. Tudja ezt valaki? 2040 nem akkor lesz. Dátumokat nem tudunk mondani. De ugyanaz a Jézus Krisztus, akit a Golgotai fára feszítettek, az utolsó napon minden szem láttára úr és királyként visszajön, és akkor az ő hatalma és ereje által az ő szavával feltámasztja halottakat, épp ahogy itt az igében mondja. De még egy igét hadolvasak fel a teszalonikai levélből, amit Pál mond. Mert maga az úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban. Tehát az Úr Jézus Krisztus második eljövetelekor fog megtörténni ez a dicsőséges feltámadás. És bizonyára az is igaz, hogy az Úr Jézus Krisztus második eljövetele, amiről itt szó van, úgy fog megtörténni, hogy azt nem tudja egyetlen ember sem élethűen elmondani, megmagyarázni, felfogni azt a dicsőséget, amikor ő meg fog jelenni. Úgy, hogy le van írva az igében. Trombita fog szólani. Egy angyal kézbe vesz majd egy kürtöt. Nem tudom, milyen kürt lesz, de hogy mindenki meghallja, az biztos. Még a halottak is meg fogják hallani, azt mondja az ige. Egy olyan kürt lesz. Olyan erővel fog szólni az a kürt, amikor ez az angyal belefúj. És megjelenik dicsőségben Istennek a fia, az Úr Jézus Krisztus. És minden szem meglátja őt. Az egy olyan nap lesz, amilyen még nem volt a világ történelemben, amikor megjelenik majd, és egy szavára feltámadnak a halottak. Képzeljétek csak el, ha egyáltalán el tudjuk képzelni. Csontok fognak elkezdeni mozogni, és csont a csonthoz fog menni, in az inhoz fog menni. Atom az atomhoz, mindegyik test, mindegyik atom ugyanahoz a testhez, amik oda tartozik, összefognak, érni a megfelelő személyben. Por a porhoz, hamu a hamuhoz. Ugyanerre a trombitaszóra újra találkozik minden test, most figyeljetek, az ő saját lelkével, hogy többet soha, de soha ne legyenek elválasztva egymástól. Ez most nagy dolog. Mert most bele kell nyugodjunk abban, és jobban tesszük, hogyha mondogatjuk magunknak gyakran, hogy lesz elő vagy utóbb mindannyiunk esetében egy, egy kínos szakadás, ami a halál. Mert ez a halál, amikor a test a lélektől külön válik, ami eredetileg nem volt benne Isten tervébe, ez nem természetes az ember számára. Azért olyan fájdalmas. Mert az ember a test és lélek alkotja. És a halál nem más, mint amikor kiszakítja a lelket a testéből. És ketté válik ez a kettő. Egy időre, amíg a közbevetett állapot tart. De azon a napon a dicsőséges feltámadás napján, amikor a te tested, meg az enyém, meg mindannyunké újból találkozik a test a lélekkel, megint egyesül, egy olyan egyesülés lesz, hogy azt soha többet örökkön, örökké, amit megint nem tudunk felfogni, milyen egy hosszú időszak, nem fognak elválni többet egymástól. Együtt lesz a kettő, örökre, test és lélek. Következik az utolsó kérdés, ami talán a legizgalmasabb, és gondolom legtöbbünk kíváncsiságát felgerjeszti. Hogyan fogunk feltámadni? Milyen lesz a feltámadott test? Nem tudom, érdekel titeket? Mit tanít a Biblia erről? Milyen lesz majd a feltámadás a hívő ember számára, a hitetlen ember számára, feltámadás módjával kapcsolatosan nézzük meg. Először a hívők, majd a hitetlenek feltámadott testéről hadd beszéljük. Milyen testben támadunk fel? Kezdjük ezzel a kérdéssel. Milyen testben fogunk mi, akik az úréi vagyunk, és megváltást nyertünk, megtérhettünk, az övéi lehettünk, milyen testben fogunk feltámadni? Mielőtt megválaszoljuk, két vagy három akadályt meg kell említeni, vagy tisztázni, hogy tegyük félre az útból. Először is azt, hogy a test fog feltámadni, nem a lélek. Ezt hangsúlyozni kell, azért, mert az utóbbi időben megint terjednek a tévszanítások, amik nem újak. Mindig is a korszakok során az ördögnek gondja volt, hogy még az ember testével, lelkével, megváltásával, feltámadásával kapcsolatban is egy csomó szemetet, egy csomó tévtanítást dobjon oda be az emberek közé, hogy már ne tudják, mi az igaz, hogy keveredjen a hamisság az igazsága. Tehát a lényeg a test fog feltámadni, nem a lélek. Az összes embereknek, akik valaha is éltek a Földön, azoknak a teste. Egyedül a test az, ami a koporsóba kerül, nem a lélek. A feltámadás csak is az emberi testre értendő. Tehát a test fog feltámadni. Azért mondom ezt, mert ez homlok egyenest ellentétben megy az adventisták tanításával, akik azt vallják, hogy a lélek is feltámad a testtel együtt. Mert az ember halálát ők úgy értelmezik, és ezt jó tudni. Mert ők úgy állítják be, mintha evangéliumi egyház lennének, de nagyon távol esnek ők ettől. Ők úgy állítják be, hogy az ember, amikor meghal, azt történik, mintha kihúznák az embert a konnektorból, és test is és lélek is oda be a sírba. És alszik a lélek, elpusztul a lélek, elpusztul a test is, és a feltámadás napján mind a kettő együtt feltámad majd. Ezt tanítják ők. De mi úgy gondoljuk és úgy hiszük, hogy a Biblia más tanít. Tehát a feltámadás a testre értendő, ráadásul, ami még nagyon fontos tudni, hogy saját testünkről van szó nem valaki másnak a testéről. Kedves testvérem, ha azt remélted, hogy a feltámadott tested valamilyen szupermodell, a teste lesz, rossz hírem van, de utána lesz egy még jobb hírem. Vagy ha kedves ifjú, ha azt gondolod, hogy Schwarzenegger testével fogsz te feltámadni, megint rossz hírem van. De utána lesz egy sokkal jobb hírem ennél. Ugyanaz a test támad fel, amiben itt a földön éltünk természetesen megdicsőült állapotban. De ez nagyon fontos. Ugyanaz a test, amiben te itt jártál, keltél, te is, meg én, ugyanaz a test fog feltámadni az utolsó dicsőséges napon, és erre is van több igevers, csak egyet hadd idézek a korintusi levélből. Mert szükség, hogy ez a romlandó test, és ilyenkor Pál magára mutat az ő testére, szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. De még Jobb is tudta ezt az Ószövetség idejéből több ezer évvel ezelőtt, hogy az ő saját teste fog feltámadni, amikor mond egy olyat Jobb, az én saját szemeimmel látom meg őt. Emlékeztek? Mond egy ilyet Jobb. És meglátom őt, az én megváltómat. Még erről is bizonyságot tesz Jobb az ő könyvébe. Abban fogjuk megkapni jutalmunkat vagy büntetésünket. De a feltámadásnak még a nevében is benne van, hogy feltámadás. Ha nem ugyanaz a test lenne, akkor nem beszélhetnénk feltámadásról, hanem új teremtésről. Igaz? Logikus is. Ha nem, a mi saját testünkben támadnánk fel, megdicsőlt alakban, formában, akkor ez egy új teremtés lenne Isten részéről, nem pedig feltámadás. Még a nevében is benne van az, hogy ugyanaz a test kell feltámadjon, de megdicsőült formában, megdicsőült alakban. De gondolj is bele, kedves lélek, ugyanaz a test, amely a Szentléleknek a temploma volt, ugyanaz fog megdicsőülni. Ugyanabban kapjuk meg szolgálatunknak a jutalmát amelyik testben te dicsőítetted Istent, és szolgáltál Istennek, abban a testben fogod kapni a jutalmat. Megdicsőült testben. De fordítva is érvényes. Ugyanaz a test, amelyik odaszállta magát a bűnre, a hamisságra, a gonoszságra, ugyanaz a test kell elszenvedje ezeknek a bűnöknek, hamisságoknak a büntetését. Nem valami más test. Ugyanaz a test fogja megkapni a jutalmat is, és fogja megkapni a megfelelő büntetést is. A feltámadott testnek a jellemzői, erről egy pár gondolatot, ha tudunk a Bibliából szólni. Milyen lesz az a test? Gondolom, sokan kíváncsiak erre, vajon mit tanít a Biblia arról, ha egyáltalán tanít, hogy milyen lesz a feltámadt hívőknek a megdicsőült teste. Egyáltalán Beszél erről a Biblia? Hát az igazság az, hogy itt nagyon nagy a hallgatás a Szentírásban. Mégis van egyetlen egy igevers, ami elárul nekünk egy jó pár igazságot, dolgot a hívő ember feltámadt testéről. És a másik oldalról, a hitetlen emberek feltámadásával kapcsolatban is egyetlen egy igevers van, ami erről beszél, hogy milyen is lesz azoknak a, a teste. Nézzük meg sorba ezeket korintusi levélben van egyetlen igeves, amiben Pálapostól beszél, a hívőknek a feltámadott testéről, hogy mi fogja azt jellemezni. Na, jó, hogyha ezt tudjuk és hogy előre készülünk, és előre hálát adunk Istennek ezért. Vegyük csak ezt, ezeket sorra, de először az igét felolvasom. Éppen így a halottak feltámadása is, elvetetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Először is ebből az igéből az első jelenvonása a feltámad testnek a hívő ember esetében az, hogy romolhatatlan. Nem romlandó, mint a mostani, más szóval. Mert ez a mi földi testünk, ez egy romlandó test, amire minden ember elő vagy utóbb rá fog ébredni, rá fog jönni. Hogy ez a test, akármennyire ápolod, akármennyire edzed, ez romlandó test. Erre van ítélve a bűneset miatt. Akármennyit is pompálják izmaikat itt a szomszédban, elő vagy utóbb észre fogják venni, hogy az a test romlandó nem marad örökké olyan erős, olyan egészséges, mint mondjuk ifjúkorban, az idővel romlik. Tele mindenféle betegségekkel, kellemetlen, fájdalmas fekélyekkel, de a feltámadt test romolhatatlan lesz. Igazából még ezt is nehéz nekünk elképzelni. Képtelen betegségre, képtelen az öregedésre, és képtelen a halálra. Egy olyan testet fogunk kapni, ami nem fog tudni meghalni, elhalni. Nem fog, ott nem lesznek szemüvegesek. És lehetne fokozni ezeket a dolgokat. Ott nem lesz szükség mankóra. Ott nem lesz kórház. Ott nem lesz gyógyszer. És higgyétek el azok, akik beteget és betegek és betegséget hordoznak most a testükben, azok számára ez egy nagyon nagy vigasztalás. És időskorra higgyétek el, lehet is beszélgettek idős emberektől, ők várják, erre gondolva is, legfőképpen várják azt a dicsőséges napot, amennyi fájdalom, amennyi szenvedés, amennyi betegség létezik ezen a világon. Még hívő emberek esetében is természetesen ők várják azt, amikor az a test, ez a test végre megdicsőlt állapotban romolhatatlan lesz végre. A második azt mondja Pál, hogy dicsőséges, vagyis nem nyomorúságos. Nem csak, hogy szép lesz, és arányos lesz, hanem tele lesz ragyogással és fényességgel. Olyan ragyogás fogja betölteni minden egyes feltámadt testet, hogy mi azt el sem tudjuk képzelni most. A legszebb ember, aki valaha élt is ezen a földön, meg lehetünk róla győződve. És voltak is vannak szép emberek, férfiak és nők között is. De a legszebbeket is, hogyha előállítanánk, azok is csak árnyéka, annak a szépségnek, annak a dicsőségnek, ragyogásnak, amit minden hív ember fog kapni az ő feltámad megdicsőült testében. Ragyognak majd, mint a nap az égen, mondja az ige a feltámadt hívőkről. Ragyognak, mint a nap az égen. Hát hogy, hogy ragyog a nap az égen? Bele tudunk nézni, mi fényes délben, bele se tudunk nézni, mint a nap az égen úgy ragyog. Emlékezete csak vissza, Mózesről van egy rövid kis szakasz feljegyezve, amikor Isten jelenlétében volt. Igaz? Egy rövid ideig, csak egy rövid ideig volt Isten jelenlétében, közelségében is, amikor lejött a nép közé, mit mondna a Biblia? Ragyogott az ő arca úgy, hogy az emberek nem tudtak ránézni. Pedig csak pár óráig, napig volt Istennel. Mit mondjuk akkor mi majd ott, amikor egy örökké keresztül ott leszünk egészen közel Istenhez, az a ragyogás, az a dicsőség, ami minden hívő feltámad testét átjárja majd, hát az páratlan lesz. Mózes az ő ragyoga arcával csak egy árnyéka annak a dicsőségnek, amit minden hívő ember fog kapni a feltámadás napján. Harmadik jelenvonásként azt mondja Pál, hogy erőteljes, vagyis nem gyenge, a legerősebb ember is elbújhat a feltámadt test ereje mellett. Ki volt a legerősebb ember ezen a földön? Sámson, azt mondjuk, hogyha a Bibliából vesszük. De hogyha egymás mellé tennénk száz darab sámsont, vagy ezer darab sámsont, valószínű, hogy még annál is erősebb lesz a hívő ember feltámadt teste. Mert nagyon sok mindent el kell bírjon, el kell viseljen, amit mi el sem tudunk képzelni, hogy ilyen földi testtel el tudnánk azt viselni. Lehet erősebb lesz az a test, mint most száz vagy ezer földi test. Azért, mert elképzelhetetlen dicsőséget kell elviselni. Azt mondja az igében az egyik helyen Pálapostól, test és vér nem örökölhetik Isten országát. De vajon miért mondja ezt? És ezt többféleképpen lehet értelmezni. Valószínű azért, mert ez a test, ami nekünk van itt a Földön, és ez a vér, ez a hústest, ez olyan gyenge, hogy Isten országát, azt az örökévalóságot, azt a dicsőséges helyet gyengesége miatt nem tudja elviselni, elbírni. Hát képzeljétek csak el, milyen erős szemekkel kell mi majd rendelkezünk ahhoz, hogy rá tudjunk tekinteni a dicsőséges, és káprázatos új Jeruzsálemre. Elég, hogyha csak elolvassátok a jelenések könyvéből azt az új várost, amit Isten készít a mennyországban, az új Jeruzsálemet. És hogy körülírja ott az ige, hogy milyen ragyogó, milyen fényes. Mi el se tudjuk azt most képzelni, de az olyan erős lesz, hogy ezek a szemek, már nem ezek a szemek, a megdicsőült szemek el kell majd bírják, el kell viseljék. Ráadásul ott nem lesz alvás. Ezzel a testtel ott nem bírnánk azt ki, hogy ne aludjon, ne pihenjen az a test. Ott nem lesz evés, vagy lesz. Lesz evés, vagy nem lesz evés? Ivás lesz, és evés nem lesz. Na, hogy van ez? Inni fogunk csak enni, nem? Na, döntsük el, lesz evés. Honnan tudjuk, hogy lesz, vagy hogy nem lesz? Mert ha feltételezzük, hogy lesz evés, akkor azt is kell feltételezni, hogy lesz ésségérzet. Miért is eszik az ember, hanem éhes? De ha van ésségérzet, az már egy szükség. De ha van szükség, akkor az már nem megy ország. Viszont az is igaz, hogy a Bibliában van olyan ige, amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem iszom a szőlőnek borából egészen addig, míg veletek együtt nem iszom az utolsó nagy vacsorán a mennyországban. Ezt is mondja. Tehát, hogy lesz-e evés vagy ivás, maradjon titok. Én nem bánom, ha lesz. <tosz> 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 Tehát erős is lesz, nagyon erős számunkra elképzelhetetlenül erős is lesz a megdicsőültes. Negyedik jelenvonásként azt mondja Pál, hogy elvettetik érzéki test és feltámasztatik lelki test. Hogy mit jelent ez, mert egy paradoxként hangzik először, amikor ezt mondja Pál, feltámasztatik lelki test. Hogy ez konkrétan mit jelent, nem tudjuk igazán, viszont el tudjuk, vagy meg lehet próbálni elképzelni. Olyan lehet, hogy a test nem lesz többet semmilyen akadály a lélek számára. Én úgy tudom elképzelni a lelki testet. Mert azt mondja Pál, és kontrasztot hoz a kettő között érzéki test, amilyenben most vagyunk, és lesz lelki test. Vagyis egy olyan testet kell elképzelni megdicsőült testként, ami soha többet nem lesz egy akadály a lélek számára. Mert most ez a test egy akadály. Nagyon sokszor mi ezt a testet vonszolnunk kell az imaházban, mert ez otthon akar maradni. A paplan alatt. És nagyon sokszor a léleknek parancsolnia kell neki. És ez egy akadály. Amit a lélek akarna jót tenni, mondja is az Úr Jézus Krisztus, hogy a lélek kézde a test, erőtelen. Tehát ezt a lelki testet úgy kell elképzelni, hogy egy olyan test lesz, ami tartja a sebességet a lélekkel. Nem marad le, nem lesz többet akadály. És ez egy nagyon jó dolog mindannyiunk számára. Nem kell majd kényszeríteni majd semmire a testet. Teljesen aláveti magát a lélek parancsainak. Nézzük meg röviden a másik oldalt is, ami sokkal, de sokkal szomorúbb, a hitetlen emberek feltámadott teste. Milyen is lesz az? Hát az igazság az, hogy az ige erről is nagyon keveset beszél, minden esetre bármire is lesz szükségük, bármilyen is lesz az a test, ugyanaz, amiket elmondtunk a mennyországgal kapcsolatban a megdicsőült testre, ugyanúgy Isten létre kell hozza azt a testet is, amiben az elkárhozott lelkek el kell, hogy viseljék, sőt, el kell, hogy bírják az örök pokolnak a tüzét. Még kimondani is, még kimondani is szörnyű. Tehát úgy, ahogy Isten felkészíti és adja a hív ember számára azt a megdicsőült, erős lelki testet, hogy elbírja viselni a mennyország gyönyöreit, ugyanúgy Fog készíteni egy olyan testet azok számára, akik megtéretlenül haltak meg, hogy képesek legyenek elviselni és elbírni abban a testben az örök gyötrelmet. Még kimondani is szörnyű. De ez a valóság, ez az igazság. Egy csepp vizet sem kapnak, ahogy a Bibliából olvassuk, hogy el tudják viselni majd a Mindenható Isten haragját az ő testükben. Ők sem pihennek ám éjjel, sem nappal, mondja Isten ígéje. Egyetlen igevers van, ami beszél a megtéretlen emberek, hitetlen emberek feltámadt testéről. Melyik az? Ézsajás profita könyvének leges legutolsó verse. A 66. rész, 24. vers ezt mondja. És kimenvén látni fogják azoknak testeit, akik ellenem védkeztek, mert az ő férjük meg nem hal, és tűzük el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek. Egyetlen rövid, de nagyon sokat mondó jelzőt mond Isten ígé erről a testről, hogy minden test előtt borzadásul lesznek. De nem úgy, hogy a megdicsőült szentek előtt lesznek borzadásul, nem csak ez hanem egymásnak is borzadásul lesznek. Egyik a másiknak is. Meg fognak ijedni egyik a másiktól, amikor meglátják majd egymást. Még belegondolni is szörnyű. Most, ha szemünk előtt tartjuk ezt a kettőt, hogy valóban Isten micsoda dicsőséges testet készít a megtért ember számára, feltámadás napjára, és ezt is a te javadra, valami csodálatos lesz. De milyen szörnyű lesz az, amikor egy külön testet készít Isten azoknak, akik elkároznak. Ott akkor világos lesz, hogy ki melyik csoportba tartozik. Most, amikor az utcán járunk elünk, kimegyünk innen, így fizikailag ebben a világban nem lehet különbséget tenni hívő és hitetlen ember között. Igaz? Ugyanúgy öltözködünk, ugyanúgy beszélünk, járunk az utcán. Nem lehet messziről megmondani, hogy az a hívő, ez a hitetlen. Még sokszor az imaházban sem. De úgy a nagyvilágban általában nem tudunk most különbséget tenni. De ott azon a napon, ott nem lesz tévedés. Ott olyan világos lesz, mikor megkapja mindenki azt a testet, megdicsőült testet a mennyországra, vagy, a, vagy az elkározottak az ő testüket. Ott olyan világos vonal lesz a két csoport között, hogy az tévedhetetlen lesz. Ott aztán egyértelmű lesz ki a hívő, ki a hitetlen. Ki fog örök boldogságba bemenni, ki fog örök gyalázatra maradni? Ott aztán biztos, hogy mindenki előtt ez nyilvánvaló lesz. Befejezésképpen szeretnék felolvasni nektek valamit. Egy idézetet, és ez csak egy idézet, egy részlet egy puritán embernek az írásából, aki 400, körülbelül 400 évvel ezelőtt írta le ezeket a dolgokat, és Próbált elképzelni egy ilyen fiktív beszélgetés találkozást, amikor a hívő embernek a lelke találkozik az ő megdicsőült testével. Hogyan köszönti egyik a másikat? Ha egyáltalán lehetne egy ilyen párbeszédről beszélni. És ő megírta ezt a könyvében egy ilyen fiktív beszélgetés, vagy köszöntés. Milyen lesz az, amikor egy hívő lélek újra találkozik saját, Megdicssőült testével, saját testével. Milyen lesz az, amikor te majd, a közbevetett állapot után, meg én, miután eltöltünk ott ki tudja mennyi időt, a feltámadás napján újra egyesülünk és találkozunk a mi saját testünkkel. És történik egy nagy egység. És ha lehetne szavakba foglalni, ahogy az egyik köszönti a másikat, mit mondana? Hogyan fogja majd köszönteni a test a lelket? Figyeljetek, hogyan fogja köszönteni a test a lelket? Milyen hálás lesz majd az a test? Ó, kedves lelkem, milyen jó, hogy újra találkozunk. Milyen szomorúak voltunk az elválásnál, de most annál boldogabbak. Hálával tartozok neked, hogy a földi vándorlásunk során együtt lehettünk. De legfőképpen köszönöm azt a napot, amikor ezt a testet a Szentlélek templomává tetted a te bűnbánatod által. Köszönöm, hogy kényszerítetted sokszor ezeket a térdeket, hogy meghajoljanak, megalázkodjanak Isten előtt. Köszönöm, hogy ezzel a nyelvemmel valhattam Jézus Krisztus nevét, mint az én megváltómat is. Köszönöm, hogy olyan sokszor ezek a szemek sírhattak. De most mindezekért újra együtt, dicsőséges formában köszönöm neked. És amiért ezt tetted, itt a gyümölcse, hadd adjak neked valamit én is. Soha többet nem fogsz panaszkodni rám, semmi betegség miatt. Nem leszek fáradt, nem leszek lusta, nem leszek gyenge, nem leszek többet a te kísértésed. Nem fogsz magad után vonszolni, amikor Isten tiszteletről van szó, hanem együtt megyek veled, tartom a sebességet. Hogyan fogja a lélek köszönteni a testet? Ó, boldog nap, amikor újra találkozhatok veled, én megdicsőült testem. Mától kezdve örökre az Úr temploma lehetünk együtt. A halál soha többet el nem választhat minket támadj fel és jöjj velem, hadd lássák a te szemeid, amik annyit sírtak, hadd szemléljék a te megváltódat örök örömbe. Jöjj, hadd meg azt a halleluját, amit a szentek sokasága énekel most már itt a mennyben. Soha többet nem kell böltőjél többet, hanem részed van a nagy vacsorából, csak leszevés. Együtt voltunk a harcban a földön, most jöjj, vegyük el együtt a dicsőség koronáját. Na de milyen lesz majd, amikor egy hitetlen lélek újra találkozik saját, a veszedelemre elkészített testével. Mert hogy ez a találkozás nem lesz örömteli, az biztos. Ők nem fognak örülni ennek a találkozásnak. A hívember ember esetében pont az ellenkezője lesz, az nagy örömnek a napja lesz. De egy hitetlen ember esetében őket majd a sírból ki kell vonszolni, erőszakkal. Mert ők inkább maradnának a sírban pontosan, mint egy halálra ítéltet, akit a cellából ki kell vonszolni, mikor tudják, hogy mikor tudja, hogy ítéletre kell vigyék, az inkább ott maradna, inkább bújna el valahova. Nem akarna ítéletre menni. Na így kell elővonszolni majd a hitetlen embereket. Még a koporsóból is azok inkább maradtak volna ott. Akkor fognak ők, ahogy az ige mondja, kiáltani a szikláknak és a hegyeknek. Emlékeztek rá, van ilyen igény is. Milyen borzasztó lesz, amikor felébrednek a sírból, és nagyon jól fogja akkor tudni mindenki, hogy mi történik velük. Ott nem fog ábrándozni félállomban lenni senki, hogy na most ez mi. Ott mindenki tudja, hogy mire fog most sor kerülni. És mikor ezt tudják, egy olyan borzadály, egy olyan félelem lepi majd el őket, hogy kiáltanak mindenhez, csak hogy tűnjenek el. Isten színe elől. A hegyeknek, a halmoknak, a szikláknak fogják mondani, hogy lepjetek el, rejtsetek el, és mondja az igében, Isten színe elől, sőt, még úgy is mondja az igében, a bárány orcája elől. Vajon miért mondja így a Biblia, hogy a bárány az Úr Jézus arca elől rejtsetek el? Valószínű azért, mert nagyon sokan az Úr Jézus Krisztus arcát még itt a földön éltek, úgy látták, mint szelíd szerető Úr Jézus Krisztus. Milyen nehéz lesz majd ugyanannak az Úr Jézus Krisztusnak a szemébe nézni, akkor majd izzó parásként fog égni az ő szeme. Hosszú fehér haja, mint a, mint a gyapjó. El sem tudjuk képzelni az Úr Jézus Krisztust. Az ő orcája elő. Rejtsetek el, hogy az igében olvastuk. Mellüket verik majd, és mivel bűneikben haltak meg, ezért bűneik is feltámadnak velük együtt. Na hogyan fogja majd köszönteni az ő testük, az ő lelküket? Ez egy ilyen fiktív beszélgetés, de el lehet képzelni nyugodtan. Újra megtaláltál engem, te én ellenségem. Az én leggonoszabb ellenségem. Átkozott legyen a nap, amikor mi ketten találkoztunk. Bárcsak soha nem kaptam volna életet, érzelmet. Bárcsak lettem volna egy állatnak a teste. Egy kígyónak, vagy egy csúszómászónak inkább, mint neked, te átkozott lélek. Mert akkor nem látnám ezt a napot. Itt van, tessék, ezt aratom most miattad. Nézd csak meg, hogy bántál velem a földön. Most aratom mindazt, amire vezettél engemet. Ó, átkozott sír, koporsó, miért nem záradtál le fölöttem örökre? Miért kellett megnyíljál? Átkozott lélek, miért jöttél vissza értem most, hogy menjek veled az örök tűzre? Az igazságtalanság eszközévé tettél engem. Kényszerítetted ezt a nyelvet, hogy átkozódjon, szitkozódjon, semmibe vegye a hite, és most nem lesz egy csepp víz sem, hogy megenyhítsem azt az örök lángok között. Vittél engem az imaházba, ott ültem, de akkor nem voltál velem, más jártál. És most aratom a gyümölcsét, semmit nem használt nekem, hogy ott voltam, mert te nem voltál ott. De most a te hitetlenséged miatt örökle el kell kárhozzak, szenvednem kell vajon nem válaszol majd? Ennek is a lélek, és kölcsönösen köszönti őt. Nyomorult és gonosz test, újra veled vagyok. Bár maradnál örökre a sírban. Újra találkoztunk, mint két elszáradt fadarab, amit a tűzre vetnek. Azért veszünk el, mert rád volt gondom egész életemben. A te hasadnak és kényelmednek éltem végig, és most aratom a gyümölcsét. Milyen sokszor megcsaltak a te szemeid, a te füleid, te voltál az, aki, en, aki nem engedted, és visszatartottál akárhányszor a lelkiismeretem vádolt engem. És talán a pokol egyik legnehezebb gyötrelme az, amikor ez a kettő folytonosan, állandóan, egy örökkévalóságon áll, egyik a másikat hibáztatja, vádolja a test, a lelket, a lélek a testet, te miattad vagyok itt. Ez az örökös vádolás, sokak szerint ez a lelkiismeret furdalás, ez az a féreg amiről az Úr Jézus beszél, amikor a pokolról szól, és azt mondja, hogy az ő férgük el nem aluszik. Az az örök, állandó, lelkiismeret fordulás hányszor megtérhetett volna, hányszor változhatott volna az örök sorsán, és nem tette. Ez írtózatos gyötrelemmel jár. Bár csak az emberek eszükbe vennék azt a napot. Olyan különbség lesz akkor a hívő és hitetlen között, mint most ég és föld között. Olyan különbség lesz. Ez a téma, a feltámadás témája, ezt is szinte mondani sem kell, de csak mondjuk, egy nagyon erős vigasztalás, bátorítás és öröm egy hívő ember számára. Egy hívő ember nem fél attól a naptól. Örömmel várjuk azt a napot, hát milyen csodálatos lesz. Viszont ez a téma, ez egy borzadály, egy megtéretlen lélek számára. Az nem akar erről hallani, mert tudja, mi fog rá várni. Az írtózatos, ha erre gondol, milyen is lesz majd az a nap. Gondolkozzon el e felett minden lélek. Támadj fel a halából, azt mondja az ige, és felragyog neked a Krisztus. Ha nem akarsz borzalmas körülmények között feltámadni, felébredni sírodból, kedves ifjú, akkor ezt most kell megváltoztatni. Akkor már késő lesz, akkor már hiába akarna megtérni az ember, ma még lehet, ma még szabad, mondja egy énekünk is. Ezt most kell megtenni. Attól függ, hogy milyen feltámadásban lesz majd részed egy napon, ahogy élsz most. Szörnyű. Arra gondolok sokszor, hogy milyen óriási súlyt akasztott Isten erre a kicsi, vékony, hajszál, vékony kis fonára, amit mi úgy hívunk, hogy idő. 70-80 év. Annyit élünk. És ettől a 70-80 évtől, ettől a vékony kis, nagyon nyenge hajszától függ az egész örökké valóságunk. Mekkora súly ennek a szálnak, ennek a gyenge szálnak a végén. Milyen nagy súlyt akasztott? És te tőled függ, meg én, tő, én tőlem függ. Hát adjon az Úr mindannyiunknak bölcsességet, hogy válaszok az életet az üdvicsőségére. Amen. Én úgy gondolom, hogy fejezzük be imádsággal, hálával, ha van hála a szívetekben, és biztos hiszem, hogy van hogy egy ilyen dicsőséges feltámadást tartogat Isten a ti számotokra, adjunk hálát neki ezért. Buzduljunk fel, gerjesszük fel szívünket. Nem sokára eljön az a nap, és meg kell jelenjünk az Úr Jézus szín De ha van itt olyan, aki nem biztos még, milyen testben fog feltámadni, eldöntheted már ma, el kell fogadni az Úr Jézus Krisztust. Lehet hozzá kiáltani, lehet őt választani. Csendesedjünk el, is, röviden egy páron, akik szeretnétek imádkozni. Fiúk és lányok imádkozni.